Nem könnyű most azoknak a budaörsieknek, akik a Kőhegy és a templom között laknak, hiszen egyszerre zajlik a Kossuth Lajos utca felújítás és a Nefelejts utca csatorna fejlesztése is, valamint a közelmúltban volt egy Viszmajor csőtörés is a körzetben. Kezdjük talán a Kossuth Lajos utcával, hol tart jelen pillanatban ez a beruházás? Hát a jó hír, hogy a vége felé. Alapvetően nagyon sok fázisra, nagyon sok szakaszra bontottuk az egész utca felújítását, pontosan azért, hogy ne egy egyszeri, hosszú, teljes lezárás legyen, hanem olyan szakaszokból álljon, ami nyilván így is úgy is okoz kellemetlenséget, de talán egy picivel kevesebb kellemetlenséget okoz az ott élőknek. Úgyhogy jelenleg most itt vagyunk a Nefelejts utca, Kossuth Lajos utca találkozásánál, és itt fejeződik be az a gerincvezeték építés, illetve a rákötések, amivel gyakorlatilag a víz és csatorna munkálatok be fognak fejeződni. Ezután egyébként már a Kárpát utcától a Kereszt utca felé zajlik az a munka, amivel a betonnak az alapját, gyakorlatilag ilyen zúzott kő alapot raknak le, szépen folyamatosan haladva előre. Amint ide elérnek, onnantól kezdve a Kisfaludi utca és a Nefelejts utca között, tehát a Kossuth Lajos utca teljes szakaszán el tudják kezdeni majd azt a CKT alap lerakását, illetve a kopóréteg, tehát ugye nyilván egy ilyen útszakasz azért több rétegből épül fel. A CKT alapon már majd lehet közlekedni, tehát azért az már nincs nagyon messze, néhány nap, azt gondolom, hogy másfél-két hét. Onnantól kezdve kerül majd rá egy kopóréteg, ott még lesz egy nagyjából két napos teljes zárás, hiszen nyilván annak ahhoz, hogy a szakszerű legyen és hosszú ideig tudja szolgálni az ott élőket és közlekedőket, azt meg kell várni, amíg megszárad, meg megköt rendesen. Úgyhogy ott majd valamikor október elején, közepén lesz egy kétnapos ilyen utolsó utáni szünet az utca használatában, de azon kívül utána már teljes mértékben használható, nyilván még ilyen felfestések, az okoszebráknak a kiépítése, különböző csatlakozások, illetve a járdáknak a rekonstrukciója, ahol lesz szükség, és a beállóknak a rekonstrukciója, ahol lesz szükség, és nyilván azért ez fontos, hogy itt nem csak egy utca felújításról van szó, hanem víz és csatornavezeték rekonstrukcióról is, ami, és talán ez kicsit kapcsolódik is a többi kérdéshez, azt kell, hogy mondanunk, hogy az elmúlt években olyan kormányzati döntések születtek a vízművek, csatornázási művekkel kapcsolatban, ugye itt a mindenféle rezsiszabályozásokra gondolok elsősorban, aminek következtében ezek a szervezetek, ezek a cégek ki vannak véreztetve gyakorlatilag, tehát az a kötelező amortizáció megelőzés, vagy az amortizáció felüli esetleg beruházás, aminek következtében egy-egy csatornavezeték, vízvezeték, az nem csak, hogy karban van tartva, de még meg is tud újulni. Ennek ezek a szervezetek nem tudnak eleget tenni, mert egész egyszerűen nincsen rá forrásuk. És hát mit tehet ilyenkor egy gondoskodó város, mint azt, hogy azt mondja, hogy rendben, akkor ezeket mi fogjuk megoldani más helyett. Még egyszer nem a vízműveket és a csatornázási műveket bántva, nekik nincs erre anyagi lehetőségük. Nyilván ők olyan áron kell, hogy szolgáltassanak, amilyen áron azt megmondják nekik. Tehát ha nincs egy piaci verseny, nem tud kialakulni valamiféle olyan működési mechanizmus, amiből ők alapvetően pénzt tudnak arra szerezni, hogy aztán az beruházásokra, fejlesztésekre költsék, akkor vagy ezek így maradnak, és sok esetben sajnos ezt látjuk a város több pontján akár az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy ad hoc jelleggel történnek olyan csőtörések, amik ezekkel megelőzhetőek lennének. A másik oldala pedig az, hogy mi azt mondjuk, hogy egy-egy olyan beruházásnál, ahol amúgy is nagy munkákat fogunk folytatni, ott megcsináljuk azokat a munkákat, amik alapvetően állami elvonások miatt nem tudnak megtörténni más cégeknél. Amíg azért teljes hosszában és mind a két sávban nem járható, azért nyilván azt kérjük, hogy mindenki legyen körültekintéssel a szomszédokra, egymásra. Tudom én is, és az egész hivatal is, hogy azért ez egy hosszú és bizony sok esetben kellemetlenségekkel járó felújítás volt. Tényleg az alagút végén vagyunk, azért most már látszik, hogy nagyon jól haladnak a munkálatok ütemtervszerűen alapvetően. És hát azért azt majd érdemes utána megnézni, hogy miből mi lett. És az a helyzet, hogy főleg itt a Kőhegyen olyan szintű adottságokkal dolgozunk, hogy egyszerűen nem tudunk sok esetben olyan zsákutcát kínálni, ami
ami csak egy kicsi kanyart jelent. Nyilván itt most a Ne felejts utca zárása miatt is sokkal nehezebben közelíthetőek meg a kőhegy alatti utcák. Én azt látom és azt tapasztalom, hogy a kezdeti nehézségek ellenére, vagy azok után nagyon nagyfokú rugalmasságot, megértést, empátiát tapasztaltunk a lakóktól, adott esetben az itt dolgozók felé is, mert nyilván azért nekik sem egyszerű, ők is a munkájukat végzik, és szerencsére sikerült kialakítani olyan, hát nevezzük mechanizmusoknak, amik igazából aztán végül kerülőutak lesznek, meg kommunikációs csatornák. Tehát a lényeg az, hogy szerintem nyilván kisebb bosszankodásokkal és kisebb kellemetlenségekkel, de lekopogva gyorsan, de szerintem sikerült jól megúszni ezeket a felújításokat. Az imént szemtanúja voltam egy olyan helyzetnek, hogy az itt élő lakók az ön segítségét kérték valamiben. Mi volt ez az ügy? Nyilván itt, ahogy a csatornázási gerincvezetékekre a bekötések történnek, elkerülhetetlen, hogy adott esetben feltúrják a beállókat, vagy olyan munkálatokat végezzenek, amik ahhoz szükségesek, hogy a rákötések megfelelően megtörténjenek. Törvényszerű azt gondolom, hogy ilyen esetben sajnos adódnak problémák. Ezeket nyilván mindig orvosolni fogják. Itt is most egy ilyen probléma volt, ami nyilván sajnos azt gondolom, hogy nem volt elkerülhető feltétlenül. Történt egy minimális hiba, amit biztos vagyok benne, hogy javítani fognak a kivitelezők. Nyilván ezt már a műszakügyosztályon én egyeztettem, folyamatban van ennek a megoldása. Én azt gondolom, hogy ilyenkor ez a jó, hogy jön egy megkeresés, van egy párbeszéd, én azt tudom tovább vinni, és így kerek egészé alakul egy-egy történet. Most mindegy is, hogy ez egy rossz, negatív, vagy egy jó, pozitív tapasztalat. A lényeg az, hogy legyen egy folyamatos oda-vissza kapcsolat a lakosság, a képviselő és a hivatal között, és szerintem ez azért itt az elmúlt évek felújítása során több alkalommal kiderült, hogy van egy ilyen dinamika, még akkor is, hogyha nyilván ez adott esetben most itt egy családnak egy kis bosszúságot vagy kellemetlenséget okozott, amit nyilván nagyon sajnálunk, és a kivitelezők ezt javítani fogják, de hát sajnos ezek benne vannak egyébként. Megmerek kockáztatni egy olyan dátumot, amikor minden visszáll a régi kerékvágásba? Nem merek ilyet mondani. Nyilván azért itt azt láthattuk, és ez is egy olyan aspektus, amire szerintem érdemes kitérni. Nem is csak a beruházásoknál, hanem alapvetően bárminek a tervezésével kapcsolatban. Ugye olyan időjárási változások vannak, nagyjából egy hete szerintem 35 fok volt, aztán hirtelen 11 fok lett, most megint egy nap alatt, most ahogy itt állunk, 26 fok van. Én reggel kinéztem az ablakon, és azt gondoltam, hogy fázni fogok, és most nem fázom. Tehát, hogy azért ezek nagyon furcsa változások. Nem menjünk a mellett sem szó nélkül, hogy közben meg hihetetlen mennyiségű csapadék esett le. Láthatjuk az árvízi védekezést, láthatjuk, hogy a szomszédos országokban mik történnek. Tehát az időjárási anomáliák, azok egyre gyakoribbak lesznek, ezekre egyre inkább fel kell valahogy készülni, és bizony, sajnos egy-egy ilyen esetben bele kell kalkulálni azt is, hogy egy-egy felújítás, beruházás ez emiatt csúszhat akár napokat. Néhány héten, egy-két, nagyon maximum 3 héten belül majdnem, hogy rendeltetésszerűen a lakosok tudják már használni az utcát, legalábbis azok, akik itt laknak. Aztán remélem, hogy utána hamar meg tudjuk ejteni azokat a munkálatokat is, amik, ahogy említettem, okoszebra, mindenféle egyéb felfestések, és onnantól kezdve már tényleg csak napok kérdése, és mindenki újra használhatja a Kossuth Lajos utcát.